Sziasztok, Zsolt vagyok. Ugye múlt héten volt egy ilyen 2000 feliratkozós játékra, úgymond a felhívás, és abban a videóban ugye mondtam, hogy Dorogi Tamás a vaxver.hu-tól felajánlott egy vagy két terméket, attól függően melyiket választottátok, nyereményként, ugye megünnepelni a 2000 feliratkozót a csatornámon, és tegnap ért véget a játék, mára ígértem az eredményhirdetést, úgyhogy pandával megjelentem, és itt szeretném akkor bejelenteni, ki volt a nyertes. A nyertesnek a neve Norbert, mindjárt ide is teszem a képet, hogy mi az, amit nyerni szeretett volna, és ugye meg is nyerte, és hogy melyik Norbert, mert több Norbert is volt. Úgyhogy Norbert, arra kérlek, hogy jelentkezz a zsolt.tech.detail@gmail.com címre, majd beleírom egy kitűzött megjegyzésbe is, biztosan, hogy biztos, hogyha esetleg így nem tudtad volna elcsípni, és akkor megbeszéljük a részleteket, hogy hogyan fogod megkapni a terméket. Ezúton is gratulálok a nyereményhez, és biztos vagyok benne, hogy tetszeni fognak a termékek, nagyon jókat választottál. Én is mind a kettővel nagyon meg voltam elégedve. A következő, amit akartam még említeni, hogy ne rohanjatok el, mondva, hogy nem ti nyertetek, az az, hogy még korábban, valamikor a nyáron tettem fel egy ilyen jótékonysági videót, amiben az egyik debreceni gyermekkórháznak szeretnék a segítségetekkel egy adományt adni, vagy eljuttatni. Ennek a videónak beteszem lent a linkjét, arra kérlek benneteket, hogy minél többen osszátok meg. Ez egy ilyen tréfás videó, de ugye a jó szándék vezérli, úgyhogy az összes reklámbevétel arról a videóról menni fog a gyerekkórháznak. A részletek a videó leírásában megtalálhatóak, majd annak a videónak a leírásában, hogy melyik gyerekkórháznak megy pontosan. Valamint tervezek majd egyéb meglepetéseket is a csatornán. Néha teszek fel ilyen érdekes kérdéseket a videókban, és értelemszerűen szándékom van vele. Aki ugye úgymond beszáll a játékba, az majd különböző dolgokat nyerhet. Hát ezek általában ilyen általam már kipróbált használt termékek, tehát nem vadonatúj bontatlan termékek, de teszem azt egy ilyen 4-5 darab akármelyik általam kipróbált termékből, majd összeállítok ilyen véletlenszerű csomagokat, és akkor azoknak, akik benne vannak ezekbe a játékokba, azok megkaphatják ezeket. Továbbá, ugye a következő cél, mivel most elértük a 2000 feliratkozót, és ez egy ilyen nem várt nyereményjáték volt, mert az 1500 után nekem a következő a 2500 fő volt kitűzve célnak, de Tamás a Vaxvertől volt kedves és beszállt egy ilyen köztes állapotba. Ugye a következő cél az a 2500 fő. Korábban már mutattam egy másik videóban, de majd amikor közelebb kerülünk a 2500-hoz, akkor értelemszerűen majd megmutatom megint, hogy mi a nyeremény. Amúgy a Lotus Cleaning-től lesz egy csomag, amiben van egy tisztító, egy, hát mondjuk úgy, hogy gyors wax, de nem az, ilyen gyors kerámia termék, egy szárazolókendő, és kivételesen a 2500-nál lesz benne egy mosókesztyű is, egy lótuszos mosókesztyű, és azt hiszem, hogy még van egy másik lótuszos, ilyen kisebb puha kendő, jó minőségű kendő, amik benne lesznek a csomagba. A 2500 után majd a következőt kitalálom, hogy melyik lesz a következő cél, még így nem döntöttem el, de először jussunk el oda. Valamint értelemszerűen, ha valamelyik forgalmazó nézi a videót, akkor majd nagyon szívesen veszek akár köztes felajánlásokat, akár csak úgy. A nyereményjátékként nektek, nézőknek, hogy megköszönjem ugye a türelmeteket, időtöket és a támogatásotokat, a sok visszajelzést, amit adtok, akár negatív, akár pozitív. Ugye a negatívból tanul az ember, a pozitív pedig megerősítés. Aztán, amit még akartam említeni, az az, hogy mostanában elég sok videó ment ki, mert rengeteg terméket leteszteltem, majd a videó végén körbeutatom, mert ugye múltkor mondtam, hogy a garázs az romokban volt a téglapor miatt. Na hát mindent szépen letöröltem egyenként nedves kendővel, és utána hagytam, hogy megszáradjon, és most minden polc újra van rendezve, úgyhogy megmutatom majd nektek először az új termékeket, amiket még nem teszteltem le én se, ugye ezeket körbe fogom mutatni.
valamint igen, megmutatom majd azokat is, amiket már leteszteltem, és amikből jó eséllyel egyébként ilyen kis nyereménycsomagok lesznek összeállítva. Nem egyenként minden terméket, mert rengeteg van mindkét oldalon, de az a lényeg, hogy nagyon sok tesztet csináltam. Ugye a kialakult helyzetre tekintettel egy nagy rakat szabadságomat ki kellett, hogy vegyem a nyárom, vagy hát legalábbis szeptember végéig, vagy szeptember elejéig, teljesen mindegy, szeptember elejéig talán sokat ki kellett vegyek, ezért volt talán kétszer két hét, amikor folyamatosan csak videóztam, de úgy, hogy a 14 napot, 14 napot. És azokat a videókat nemrég szerkesztettem még meg, és most így szépen automatikusan sorba vannak állítva, hogy mikor menjenek ki. Van köztük jobb, van köztük rosszabb, néhánynál lesz majd gond a hangminőséggel, esetleg a zoommal, a felbontás sem 4K-s lesz mindegyiknél, mert azok meg még régebbiek, még mielőtt lecseréltem a telefonomat, úgyhogy azokért előre is elnézést, de ha már egyszer felvettem, meg nincs már minden termék nálam, amit újra fel tudnék venni jobb minőségbe, és most azért nem fogom külön megvenni még egyszer, vagy csak úgy megvenni, úgyhogy tényleg elnézést azokért, amelyik videók ilyen kifejezetten gyengébb minőségűek lesznek, de a lényeg rajtuk van, és nem akartam, hogy kárba menjenek. Igen, tehát minél többet megpróbálok idén még kiszórni belőlük, előfordulhat, ha jól láttam, akkor rengeteg van, tehát lehet, hogy decemberben szinte minden napra fog jutni megint csak még videó, úgyhogy most lesz bőven anyag, de nem akarnám őket bent tartani feleslegesen, mert minek? Inkább nézzétek meg a teszteket minél hamarabb, mint hogy ott tároljam hosszú ideig. Úgyis mostanában már egyre több terméket kapok a forgalmazóktól, gyártóktól, így van anyag bőven, amit be tudok nektek mutatni. Jó, úgyhogy hát ezek körülbelül ennyi. Norbinak ismét gratulálok, Tamásnak ismételten csak köszönöm, mindannyiótoknak, Tamásnak a felajánlást, nektek pedig a megtekintéseket, osztásokat. Ahogy mondtam, ezt a jótékonysági videót, amit belinkelek a leírásba, azt nagyon szépen megköszönöm, hogyha osztjátok minél többen a közösségi médiáitokon, Facebookon, Instagramon, akárhol. Ahogy mondtam, annak az összes reklámbevétele megy a egyik debreceni gyermekkórháznak, az utolsó fillérig, sőt, magamat ismervén szinte biztos, hogy ki fogom egészíteni. Valamint, erről jut eszembe, ha már jótékonyság, szerintem holnap felveszek még egy videót, amit valamikor jövő héten kiteszek a hét folyamán, vagy még lehet, hogy holnap este, attól függ. Az is egy ilyen jótékonysági, ugye a kialakult helyzetre való tekintettel szeretnék egy rászorulónak segíteni, és ehhez fogok majd valamit felajánlani. Úgyhogy majd azt is, ha tudjátok, akkor osszátok, enni nem kér, nektek ingyen van a megosztás, és csak segíteni fogunk valakin. Jó, hát körülbelül ennyi, ne rohanjatok el, megmutatom először az új termékeket, amiket még nem teszteltem, utána megmutatom a régi termékeket, közben elment az egyik szomszéd, neki köszöntem, nem azért csak itt bájologtam magamnak, tehát a régi termékeket, amiből majd fogok kiosztogatni, és utána megmutatom, hogy milyen hót retek a kocsi most, mert szándékosan nem mostam le már negyedik hete. Úgyhogy ciki, mert máskor ilyenkor már hát legalább kétszer, de inkább négyszer le van mosva. Most direkt nem mostam le. Az egyik tisztítószer, amit nagyon ajánlottatok, azt szeretném kipróbálni, az egyik sampont, és azt akarnám rajta kipróbálni. Viszont leesett az első hó. Úgyhogy most meglátjuk, hogy mikor lesz belőle valami. Ha más nem, akkor kipróbálok egy másik szert, amire én is kíváncsi voltam, és szintén ajánlotta az egyik lengyel nézőm. És akkor pedig az lesz a témája annak az adott videónak. Na de, nem is szaporítom tovább a szót, mert már mindjárt 10 percnél járunk, és már biztos mondjátok, hogy menjek messzire. Úgyhogy itt elköszönök, köszönöm a figyelmeteket. Ne felejtsétek, régi termékek, új termékek, vagy pontosabban új termékek, régi termékek, koszos kocsi. Ilyen sorrendben fogom mutogatni nektek, hogy még mi van hátra. Úgyhogy legyen szép a napotok, és sziasztok!